Az idén is csatlakozott Sárospatak három legnagyobb egyházközössége az ökumenikus imahéthez, amelynek vezérfonala a következő. Ebben az esztendőben az ima alkalmaink arra épülnek, hogy az embernek csendes várakozással kell az Istenre tekinteni az átformálódásban. Ahhoz, hogy közösen tudjunk imádkozni, ahhoz egy csendes várakozásra és átformálódásra van szükség, ahhoz, hogy az ökumené megvalósuljon teljes egészében, egyként tudjuk az Isten dicsőíteni, mindannyiunknak át kell formálódnunk, át kell változnunk. A görög katolikus templomban megtartott közös összejövetel központi témája a következő volt. A mai estén arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy az országunkért, nem csak az ökumené egységéért, hanem az országunk egységéért is imádkozzunk, mind a mellett a kenézlői egyházközség világi elnökének a lányát ma műtötték a gerincére, egy 10 óra körüli műtét volt, és hát fontosnak tartanánk az ő felépüléséért is imádkozni és fölajánlani ezt a mai esténket. Az ökumenikus imahét programjainak célja, hogy az egyházak híveit ösztönözzék a keresztény hit erősítésére, ugyanakkor egyre kevesebben járnak templomba rendszeresen. Az, hogy kevesebben járnak templomba, azt én csak úgy vélem, hogy az elköltözések miatt nagyon-nagyon nagy mértékben csökkent Sárospataknak is a lélekszáma, és a fiatalok köréből, akik házasságot kötnek, jóformán senki nem telepszik le Sárospatakon, nagyon ritkán, görögkatolikusok közül 2-3 évben egy pár. Ez azt jelenti, hogy nem születnek gyermekek, és hát az itteni életlehetőség az nagyon nehéz. Ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy fogy a létszám, hiszen a jelenlegi alkalommal is számos hívő jelent meg a közös imádságon, tette hozzá Mosolygó Tamás, görögkatolikus parókus.